Tekintettel termelyért társ, nyugdíjbavonuló elnökünk kérésére fölkérném, hogy a tagsághoz kíván szólni, és ezt most tegye meg. Fölkérem termelyért társat. Tisztelt közgyűlés, tisztelt tagtársak, tagtársak és mindenki szeretettel köszöntöm, és ugye megjegyezték azt nekem, hogy hát egyáltalán elköszönök a tagságtól. Hát én nem akarok elköszönni a tagságtól, mert én a vezetőségnek tagja akarok maradni. Én csak az elnöki funkciótól kívánok megválni, majd elmondom hogy azt is, hogy miért. Tisztelt tagtársak! Úgy kell elképzelni az életet, mert ha valahogy ezt el kell képzelni, és el kell magyarázni, hogy az élet az egy nagy színpad. A színadatásnál mindenki lát, ugye? Itt mindenkinek van egy szerepe, amit meg kell játszani. Tehát ebben az életben, a Puskin téren dolgoztam 26 évet, pontosan 5,5 évet a felszabadulás téren, ezt az első vonalban csináltam. A többi az tanácsi vonal volt, én nem nézem le a közigazgatási dolgozókat, de mondjuk ehhez a munkához képest ugye az egész más jellegű volt, és más igénybevétel. Mások az igénybevétel szerintem. Tehát ugye 1,5 éven van, és hát az ipari szereplésem az majd rátérek később, de ugye, hogy még akarok most kilépni, ezt elmondom, hogy azt tudják, hogy engem a háztány dolgai miatt, de nem csak az egyébként a tagságét is, én ugye mindig azt mondtam, hogy a TSZ tagságnak kétféleképpen kell megélni a háztányból, vagy a közösből és a háztányból. És ezt a kettőt össze lehet egyeztetni. És jelentem ezt, és tudják önök is, hogy ezt a kettőt össze tudtuk egyeztetni. Majd később kitérünk a más problémákra. Na most ugye az történt a dolog, hogy ugye engem megkurtoltak, bíróság elé állítottak, igazságtalanul még most is azt mondom, de meg voltak a pilócák, akiket csinálták, innen is és másonnan is. Utána kérem szépen, nekem az idegeim egy kicsit megrongálódtak. Ezért 1986-ban elmentem szanatóriumba, Sopronba. Ott úgy felerősödtem, és úgy gondoltam, hogy elfelejtek mindent, és újra kezdtem. Most, hogy 6 hónapig nagyon jól bírtam, aztán másik évben az, ami a küzdőtérén, tehát én mindig, majd a később rátérő támadó játékos voltam, hogy nem tudtam úgy fejleszteni, szerettem volna, sokszor mindig így az idegeimre ráment. Ez az igazság, amit én mondom. És elmentem ugye 87-ben is szanatóriumban. Na azt ugye 87-ben, amikor ugye vagyok a szanatóriumban, akkor volt az országgyűlés őszüli időszaka, akkor ötötték ki a Bibliba idét. Ugye, ezt tudja mindenki. Ott ugye megkérdezett, hogy egy káz előadás is ugye már kabázott ránk, én tudtam, hogy már való régén még el legyen, azt is tudtam, hogy az az én adóm, amit én befizetem, az nem segíti a magyar nép gazdaságot, mert nem ott teljesolva. No, de még akkor elmondom, hogy még 86-ban még egyszer elmentem egy vezető továbbképzésre is, még mondták is, hogy hogy jutottam én az oda, hát elejtettem. Hát ott már együtt voltam ipari vállalatokkal, ipari belérigazgatókkal, hát és ott már régen tárultam, is pontosan tudtam, hogy hogy néz ki az ipar, hogy néz ki a belérigazgatóság, és tisztában voltam, hogy hogy néz ki az ország. Na most, amit ugye érzünk is, hogy ezt már most nem kell magyarázni, az áremelkedés, meg egyéb dolgok, hogy ezt már most mindenki saját bőrén tapasztalja, hogy azt az életszínvonalat, ugye, amit elértünk, azt
nehezen bírjuk megtartani a jövőbe. És ez bennem annyira visszatért minden, hogy én másra tudtam csak a politikai eseményeket figyelem, nézem ezt a tévét, olvasom a Moszkvoszkij, a Novoszkij, stb. És egy világ összekavarodott bennem, ami az idegeimet ugye megölte. Hogy el kell mondani, hogy én paraszt akartam lenni, az is vagyok, de hogy jött ez az időszak, és elmentem tanulni, el is végeztem, Stalin elvtárs tanait tanultam, és talán még most is azt mondom, hogy még most is stalinista vagy. De nem az a kegyetlen Stalin, mert ugye most azt mondják, most írják, hogy milyen kegyetlen volt az a Stalin, meg hogy miket csinál. De én úgy értékelem, hogy Szent István király, és leválogatott egy csomó pogányt az, hogy keresztény legyen, tehát a jobbját még minden kurcolják, Stalin pedig megnyerte a második világháborút, és kapcsolatot teremtett Roosevelt-tel, abban rossz, amelyben illetve nem rossz, abban az amerikai elnök, amit Amerikában háromszor megválasztottak, és abban tudtak együtt dolgozni. És ha most voltam ki Nagy-Eszában, megkérdeztük az ottani embereket, középkörülnek a háborút megélték, még Stalint mindig nem gyilkosnak ismerik el, kérem szépen, hanem egy nagy hadvezérnek. Mikor meghalt Pesten voltam, az amerikai rádiót ugye hallgattuk, és akkor is az is azt mondta, hogy kérem szépen, voltak neki hibájai, de hát kicsit kemény gyerek volt. Na most, ha végignézzük azt a polgárháború, még egyéb dolgok időket, hogy bűnül szabad-e ezt rúgni, vagy nem szabad, azt nem tudom. Minden esetre Stalinnak megtanultam egy mondását. Ezt tanítottam a kollégáimmal is, hogy a béke fennmarad és tartós lesz. A népek kezükbe vettük a béke megőrzésének ügyét, és végkitartanak mellett. Na most, mit jelent ez a szó? Ez annyit jelent, aki mer vetni, az fog aratni, ugye? Csak az a baj, hogy a Stalin után sokan Szovjetunióban is nem is vetettek, és így nem is arattak. És sok szocialista országban, szóval ilyen baj van ugye. És az oroszok is azt mondják, hogy most is, hogy és Stalin mindig külön volt, mint a többi dolgok. Tehát én úgy tekintem, hogy én ennek az elv alapján a kegyetlenségüknek mindig ellene voltam, azt mindenki tudja rólam, hogy az egyesítésekkel is mindig azon könyörögtem, azon agitáltam mindenkit, hogy emberek, csak egymást kell bántsuk, egymást nem szabad bántani. Én azt nem tudtam, hogy milyen kegyetlen dolgokat végzett, mert én velem azt nem tanították. Én csak azt tanultam meg külle, hogy akarni kell, dolgozni kell, alkotni kell, és ennek a népnek főkül emelkedni. Tehát elhitették velem, hogy ez így van, és még most is hiszem, hogy ez így van. Csak ezt hitvány emberek ugye felnőtt vágányra vittük. Tehát idáig tudnám ezeket a dolgokat kérdezik a mondani, és hát mondjuk az a sok minden összejövetelőben úgy is gondoltam, hogy csak az van, hogy többször hunyit fájt, hunyot fájt, betegeskedtem, beszéltek olyat rólam, hogy iszik, berúgik, neked, meg az ugye fárisztottak ezek a dolgok, és hát ne beszélnek rólam, hát én azt nem voltam berúgva, de hát az oroszok is úgy nyerték, hogy a háborút kérdezik, hogy ott át is jöttek, nem ment az annélkül. Tehát ezt tudom elmondani. Na hát ugye kezdve onnan, hogy pályafutásomat nem végtem tovább, mert regényt lehetne beszélni, még nem akarok hosszú lenni, hogy ide kerültem ugye a Puskin térbe, Bottyán Sándor bácsihoz többször kijöttem, már nyáron fél évig tárgyaltunk, de nem mondom azt, hogy nem dicsőség, de a felszabadulásra még 4 év múlva is eljöttek értem, hogy nem is tudtam inni. Ez megint biztos, szóval ott se haragudtak rám, pedig egyszerű planetár kubikus emberekkel dolgoztam együtt. Azok edzettek, azok tanítottak. Itt ugye Sándor bácsival, hogy elbeszélgettünk, mondta, hogy volt elkeernyős, és mondta, ki mert ugrani? Hát ugye kis között majd jöttek volna. Ez már ugye egy edzett ember volt, aztán
Voltak itt, hogy úgy képzelem el, mint egy nagy fotballcsapatot, hogy akik akkor voltak vezetők, valók Imre bácsi volt a főközvelő. Nyugodjon békébe, nem mondom le a többit is, legyen olyan érdem a Nagy Istvánnak az övek, de annál jobb főközvelőt nem tudok azóta se, de a legerősebb eredményt azzal értük el, pedig úgy volt, hogy a vélekképesünk is azt mondja, másokat kisegíti, csak így magát nem tud segíteni. De mert tudtunk egy lapra költeni dolgokat, és nyertünk. És ha a fotballhoz hasonlítanánk a dolgokat, ugye mindjárt nekem az volt az életcélom, amúgy is mondtuk, hogy az a lényeg, hogy ebben a faluban minél több munkahelyet teremteni, és minél több szegvári embert lekötni, megéltetni. Eddig is ez volt az életcélom, most is ez. Kérem szépen, ha lássák, akkor ebben úgy gondolom, hiba nincsen, mert ami történnek, azok nem mi rajtunk múlik, és ezért mondom, kérném a tagságot, hogy négy más jöjje, majd most már lassan majd úgy lehetetik a dolgok, kérem szépen, kifolnak tisztulni. Itt megemlítenék egy pár dolgot, ugye, hogy hát mint a csapatkapitány az, vagy a szövetség, vagy szóval Huszti bácsi volt, a Sándor bácsi, aztán mondjuk én lehet, hogy beálltam a középcsatárnak. Sáska volt mondjuk a bal szélső, Ludány a jobb szélső. Ugye ezek kergették a labdát önzetlenül úgy, hogy összeesésik ezek. Ezeket az említettem meg ezt a két embert, hogy ezek nem is vertek határt, hogy összeesésik tudták csinálni, hogy könnyen kerültek. Majd később ugye, vagy ugyanakka Bárent Pista bácsi is kérdezték a műhelyét, és később jöttek ugye a fiatalok. A célom mindig az volt, hogy minden fiatal embert megragasztani. Hát volt itt olyan dolog, hogy egyetemén végzett egy emberünk, és az egyik főágazaton ment volna, azt mondják, nem kell, jó kő nekem. Tehát minden fiatal veletőről ragasztottam, mert hallottam azt, hogy az egyszerű tipőgyár is azt írta fel a fejfájára, mondta, hogy amikor azt írják fő, hogy azért gazdagodtam meg, mert mertem magamat magamnál okosabb emberekkel körülbelül. Tehát ennek a termelő szövetkezetnek rengeteg fokos embere van. Talán abban voltam már most gyenge az utóbbi időben, hogy elég egy kicsit rendezni kellett volna némeket keményebben. Ez sose az én típusom volt, tehát gyűlöltem a terort, gyűlölöm a terort, ha valakivel szemben terort alkalmaztam, de értelmesen megmondtam, és sose haragudtam, és sértettem, hogy megmondta, hogy ő meg hogy gondolja. Ha nem így volt, azt majd közben még majd elmondja. Akkor jöttek az egyesülések, a csatolzai aljós említeném még, aki ugye a Hunyadinak a visszacsatolásánál még ugye nagy segítségünkre volt. Mondjuk a Gorki egyesülés is lényeges volt, az a faluban volt, de az valahogy mindig izgatott, hogy hát hogy mernék elvenni Szegvának azt a darabfőző vétartat a Dergecsázába. És talán nagyon, de azt tudtuk, hogy előbb-utóbb a Gorkija úgy be fog következni, az, hogy bekövetkezett, hogy az a segítségünk. Ezek a dolgok ugye mentek Szímán, stb. Egy dolog volt, hogy elmondom, itt vannak politikusok, hogy a politikával sose tudtam összehangolni magamat. Sose bírtam az elviselni, hogy az éhezés. Például a felszabadulást éreztés, hogy ott voltam kérdezőben, éheztek a jószálak, nem volt mit enni valahol nekik. Megteremtettem, elsőnek voltam, aki kiadtam a répát 2000-én, és a kukoricát harmadát. És aztán létezni való. Jól laktak a jószálak. Akkor, hát ennél majdnem a párti fegyelmet kaptak, azt lehet mondani a hangos, de ilyen volt a politikai élet, hogy hát mi az, hát nem munkáig. De a munkáiséget tudják, hogy dolgoztak az emberek? Mondom, kislányok, hát nagyon ritkán az a kukorica. Azt mondják, térne el, tehát nézd kell törni, mert itt van a répa, vagy a négyszögőre között. Kapálnék, meg törnék. Azt jó, ki ritkított azért, hogy hát, hogy mikor letörni, hogy akkor is minél gyorsabban keresedni. Még Japán is jó, azok a munkacsapatában volt, ugye ketten voltak,
Azt mondja, jó, hát ne leállít már, hogy beszéljünk, de itt nem érte ezt, azt mondja. Változom meg a politika, azt mondja, de le is kell törni Jóska bátyámat. Így volt munka is. Szóval ezek a régi idők alakultak kérem szépen így. Tehát eljutottunk odáig, aztán jöttek a fiatal szakemberek, jött a Rászné, jött a Kardos Gyula, és én most már nem tudom tovább, mert sokat több nevel, de én elmondom azt, hogy a fizikai létszámmal sose volt semmi problémám, mindig meg mertem mondani mindenkinek a véleményemet, nem féltem, hogy ezért engem megharagszalak, és ezért engem leváltalak, mert én úgy gondoltam az értékre tettem. Tehát palatikus voltam, mondom, de szalinista. A szalinistát azok, hogy palatikusnak, ugye? Én azt úgy is kértem, de nem mondtam, hogy azt kizárom, hogy nem gyilkos és nem szadista. Ugye mindig azt mondtam, hogy egy népet csak rosszul lehet vezetni. Meg az igaz, hogy a hal a fejét üdösödik. A kopós alatt kezdődik. Tehát, és ez igaz is lett, ugye? Ez igaz lehet itt is, igaz lehet a magyar politikai vezetésben is, hogy most nem tudjuk pillanatnyilag, hogy hol vagyunk. Tegnap még nagyon ideges voltam, de máma reggel, amikor bemondták, hogy kérem szépen nem sürgetik, de megengedik a többpártrendszert, kérem szépen is ez az ország jogállam lesz, akkor ebben megnyugodtam, hogy most már, ha ez igaz lenne, akkor mégis lenne az életnek értelme, és arra kérnék, hogy ugye aki az ötváltos eseményeket végélte, hogy azt nem szabad megengedni, mert rengeteg ártatlan ember halt meg, és ugye nem csak Rákosiék akasztottak fel embereket, most már pisi, hogy akasztottak fel Kádárék is, vagy pucoltak ártatlan embereket. És arra vigyázom mindig itt a tagság, hogy akármi lesz, akármilyen telek fújnak, ez a szövetkezet a miénk, ezt nekünk meg kell védeni. Itt nincs olyan, hogy ezt úgy osszuk, stb. Itt kialakult szépen, hogy a háztáiba, ki kisegítene a népet, hogy a háztáiba meg tudja csinálni a jövedelmek egyesét, a másik pedig nagydemileg. Azt, amit nagydemileg elő lehet állítani, gabonát, kukoricát, meg egyéb dolgokat, azt nem lehet utánozni, kérem szépen, kisebb módszerekkel, és nincsenek is elhő fölszerelés. Más dolog az, ha hallanak ezt a rádióból, az a szegedjárási szakszövetünk egyéb dolgokra, hogy vonatkozzak. Hát, ugye ezt szerettem volna elmondani, meg úgy vagyok, mint régen elnök, hogy mosolygó arccal búcsúzok az elnökségtől, de önöktől nem, mert még én lassan értek a politikai életbe, és én is önökkel együtt akarok dolgozni, együtt akarok kérdésében maradni, és ha lesz erőm és egészségem a veletésbe kérdésében, segíteni fogom tovább ezt a szövetkezetet olyan irányba, hogy mindenkinek sose lesz jó, de ez a fő irányba jó. Na kérdésében ez a mondani való, a másik, hogy én nem akarok hosszú lenni, elmondanám még azt, hogy kik voltak a szövetkezetnek a legnagyobb segítői. A nagy patronásunk Kovács Pál altábornagy. Tudom egyszer, már itt volt a sok marha minden fene, és betakarításhoz nem volt, hiszen 2-8-as között pedig, de nem volt egy fillér, és azt mondta, Bozó Kimrán bácsi, most már Sándor valóban eredj, én nem tudok venni pénzt. Mentem a kurzai így áll lefele, mert itthon volt, belenéztem a kurzával, hogy beleugrok. De mondom, tudok úszni, azt aztán még kigyülök. Hát mondom, csak mentem tovább. Levélek hozzá, mondom neki, Bari bátyám, tudom már azt, de hát ide, ugye ilyen idő van, már megint kell lennem. Na jó van, azt mondja, majd. Na, azt visszaszólt két napokban, mert minden szívesen segített. Bevértünk a pénzügyminisztériumba, aztán ugye szózotta, hogy jönik két paraszt, azt mondja, kecsébe mentünk föl. Mondja, mit akarnak maguk? Hát, mondjuk, mani. Ugye azt nem akarom elmondani, hogy szóval idén itt a szüzek is akarnak valami. Hát azt mondom, valahogy így még. Hát, szóval ez valahogy, szóval az is megoldott, hogy ez volt még másik esetben is. Tehát így tudom elmondani.
legjobb szomszédunk, ugye ezt sokan megvetik, világos kis István volt, a Termátriás volt elnöke, legjobb szomszédunk. Kérem szépen, a Sápi telep most nem lenne telep, hogyha Virágos István nincs. Kérem szépen, 2 hónappal előtte, amikor még beletett lenne a tervet, még nem volt semmi, csak elképzelésünk, akkor a képzeljük el, és akkor oda mentünk, csináltak egy tervet 2 hónap alatt, de ugye az a jó esés volt, hogy azt mondta, hogy Sanyikám, itt a tervezőcsoport, kész. Hát lett egy olyan terv, hogy az istállal nem úgy épült föl, de meg volt a, ugye a segélykülönszak beruházás alapokban, igaz? Aztán pedig ugye csináltak úgy az istállót, ahogy azt elképzelték. Szegény sáska tatával, hogy így meg rajzoltattuk, itt tudom, leszakott a dohányról is aztán. Akkor csak rajzoltattunk fel, azt mondja, ha még rá is nyújthatnánk, de minden a rajzunk neki, azt mondja. Akkor rágyújtott, nagyon a szívot, így a nyakba, és rajzolt, hogy csinálta. Szóval így megy a mi telepeink, épületeink, a mi sajátságaink. Ez a kertészet az ennek ő volt épülve, de még ennek a terve nem volt itt, így nyilván most is tegelenkez két évén adatok. Sajnos, ilyen időkben értünk, ilyen időket küzdöttük még. Tehát, úgy én nekem ezt meg kell említeni, hogy virágos, hogy miért, hogy önzetlenül segített, lehet, hogy volt velünk elképzelésünk, mert egy virágos, hogy itt már úgy gondolt, hogy az ipari területet irányítja a gátig, és lehet, hogy Szegvárt is belegondolt a birodalmába, mert ő szedte össze a legnagyobb területet annak idején. Hát ugye, aztán mit történtünk, az a más dolog. Megyei párt részről Szabó Sándor elvtárs volt az, aki úgy jó lett volna hozzánk, ha bírt volna, de a kovócsi elvtárs nem sokat engedett neki, és így ő se sokat tudott segíteni. A megye tanács elnökük közül, aki segített a tervező szövetkezetén, de az legtöbb volt dr. Perési László. A teszem részéről Ábrahám Vince. Ugyanis történt az, hogy hát ugye beállgatod a teszem küldött közgyűlésekre is, hát ugye láthatod, hogy itt vannak. A Puskin Dalinkből kiutatták mindig ott a jobb közt volt, de minden olyan 4-5. Közt volt, de minden olyan mutatók voltak, hogy már például a májusok téhez már 3-szor is volt kiváló még a Puskin ütősek. Azt úgy a magam módján eligazgattam őket, mondom, gyertek már ki, hát nézzétek már meg, hogy azért, hát minket nem láttak, mi senki se vagyunk. Hát aztán kérem szépen, kijöttek a Molnár elvtárs, az Ábrahám Vince, és azt mondja, hogy ti gazdasági óriások vattok, és politikai törpék. Na, hát mondom, ez milyen? Hát, egy vagyok. Na, hát utána azt 80-ban kaptunk egy kiváló született szívet. Azután én nem erőködtem, tehát nem szerettem az ízletlen dolgokat, nem szerettem, hogy otthonon kapjuk dolgokat. Nem. És hogy hívják szépen? Még a minden tanács részéről megemlíteném, hogy még a mezőgazdasági osztály részéről is dr. Fazekas Lajos. Az annyira szerette ezt a szövetkezetet, hogy ez a vénzítésnál az az ember minden segítséget megadott, és még akkoriban megadott Vánsay Ernő miniszterelnökünk is, földművelési miniszter, de az utóbbi 2 évben már 2-szer is írtam neki levelet, de 5 percet itt bírt velem szóba állni. És mondjuk ez is hozzásegített ahhoz, hogy például itt el kell mondani, hogy ezért 200-nál több borjút béreztetünk el, mert a marraizolást akartam le lerendezni, vagy kapunk érte 2200 forintot, előző évben az olaszoknak eladtuk 40 kilós korában 6600-ét, és hát ugye ezt legyújtották, és tudtak, mit akarok tőle, arra azt mondták, biztos, hogy nincs pénz, hogy egy komoly marainó telepet létesít, és azért is nem állt velem szóba. Akármerre vitt az ember vállalathoz, mindenütt kérdezik, a falba ütközött, azok a barátok, akik régi barátok voltak, tudtak segíteni, azok nyugdíjba mentek, meghaltak, és új barátokat, patronásokat még ugye nem tudtunk szerezni,
És ezért döntöttem úgy, hogy ugye majd a fiatal generáció biztos, hogy ez meg fogja kérőt teremteni. Elmondanám még azt, hogy a járási párbizottság vége körül, addig még dr. Szucsán Sándor volt az első titkár, semmi problémám volt. Nem volt valami háztájúval semmi verseny. Az minden évben kérem szépen, én kihívtam, az leveltelem négy címke szűnt, és elmondtam neki tisztességesen mindent. Hogy? Kérem szépen, ez van, ezt csináljuk, magamról is elmondtam, mit csinálok. Azt mondta, csináljátok, a falusi ifjúságnak úgyse tudnak nagy lakás kölcsönket, hiteleket adni, városiaknak tudnak, egyetértünk. Na, amikor ugye Szucsán Sándort áthelyezték, akkor itt a Puskás, Puskással kérem szépen, egy szél se lehet lenni négy szem közt vele beszélgetni. Az egy időben csak azt hajtotta, hogy egyesült TS, egyesült negy nagyvárosi volt. Hát ezért már nagyon megharagudtam rá. És ami bűn kialakult előttem fel is, meg a háztaiság, hát az is az őtől leered. Mert ugye Szabó Rubinak is egyszer megmondtam, hogy milyen újságcikket értezett, hogy ebből lesz az extra profit, meg stb. Ilyen nagy idő. Hát azt mondja, behívtak a nagyházba, az tűnek ezt meg kellett írni. Különben azóta Robi rendesen viselkedik, úgyhogy. Mert én elég nagyon megpiszkoltam, hogy azért gondolkodtam már kicsit kérdezett segít. Tehát, ugye, megteremtettük azt, hogy nem szegényítettük le magunkat. Még annyit elmondok, hogy ugye az is, arra sokan emlékeznek, hogy ide kerültem, akkor ugye sok volt még a Kiskondra. A lovak föl voltak kötve itt a Vian istállóba azért, hogy mert a Lebekibónak este négy ember között van, aki fölemelje. Így is föl volt kötve, nem jött összeesni, még másnak tudott szántani. Mert ugye a Rákosi Rezsi az úgy hozta, hogy abrakott a lónak ilyesmi tangyát. Igen, ez volt az, hogy kiírtani a lovakat, nem? Na és akkor ugye egy év alatt megjelentettük, kérem szépen azt, hogy itt is kiosztottuk, hogy önnek előttem két ötödén a répát, harmadán a kukoricát, lovakat csináltunk, takarva két ötödén, hát aztán egy-két lovunk nem a soványsága pusztult el, hanem a ugye, vértáradás, a cukorrépát, a olyan. Akkor volt az a közgyűlés, amikor kijelentettem, hogy jelentem a tisztelt közgyűlésnek, hogy embernek, állatnak van takarmánya. És ez a fő cél. És nagyon, nagyon haragszok azokra az államokra. Köztük a Szovjetunió is, köztük a nem mint állam, nem Gorbacsovra, mert Gorbacsov ugye azt mondta, a demokráciára olyan szükség van, mint levegő, mint a tiszta levegőre. De hogy hogyan lehet mondani, vagy olvasták tegnap a romániai állatszámlálást, hogy megszámolják, hogy hány tyúk van, megkérdezik Csatlódi Sándort, hogy hány tyúkot ettél meg az idén, ugye? És ha véletlenül többet ettél majd, akkor olvassák a hírlapot. Tehát az, akik a vanba éjjé vallak, az egy nagyon hitváltás. És ugye arra kell vigyázni, hogy a vanba nem szabad éjjé alni. Ha kicsit szűkebbre is kell fogni most a dolgokat, legalább kegyelünk és tűzre való legyen. Mikor a búdásztendőkben nem volt szén, én már azt mondtam tanulmányozásnak, hogy volt, hogy nem lehet minden kűszűnyi fejtés, nincs, én inkább megrakok egy napon egy vagon, teherautó szállatot, hozzunk meg valamit, de nem engedtek ebbe. Hát az rossz volt nézni, hogy nálunk már mi volt kötve a gáz, és kérem szépen az emberek, hogy ott álltak már, este 7 órakor tüzeltek a mi az Isten előtt, a tüzételet előtt, ott mire odaért, akkor áll kérem szépen nem jöttek, és sem voltak a másnap este még nem áll. Hát ez csak előzmények, kérelmek, tehát én továbbra is együtt akarok dolgozni a tagsággal, itt akarok magukat ezt élni, hogyha nem tiltalak ki, gondolom, oda nem jutottam, mert a pártból is zártak volna ki, ha az egyvári pártbizottság, az itteni pártbizottságnak van a szó, tehát ebben az nem szóltak bele. Még ugye annyit elmondok, hogy ki voltam már zárva a pártból, és akkor egyszer jönnek, hogy beiskoláznak 6-7-es politikai továbbképzésre. Az mondja a feleségem, hogy hát ezt miért teszik vele? Hát te vagy pártag. Hát mondom, nem tudom. Megmentem a Dóczi Lacihoz, mondom, Dóczi eltárs, hát annyi dolgom van tavasztal, tehát kolhozba is.
Milyen elnök az, akinek mondja, hogy elfeszítették mindjárt, akinek nincs rendes helyettese. Mondom, csak szeretném én azt látni, meg van az is. Azt mondja, aztán lovos lenni, hogy ne, legyünk okosabbak, majd elintézik el. De az bevonultunk, hogy a balfa sorba mutatták már, hogy üresen foglalt az épület, hogy hát anélkül a bevonultunk, hogy legyen ott hallgató. Na most ugye megegyeztünk mindig, hogy kik lesznek távol, kik lesznek ott. Ugye a naplóban, aki nem volt ott, annak csak így ilyen mínusz vonalat húztunk, de másnap reggel azt is megköröztültük. Tehát végül is itt a szociális brigád naplót rendesen kitöltöttük, és nagyon meg voltak elégedve, és így hallgattam Kovócsi Nyelvtársnak Nézőraosztás, többször Nézőraosztás előadását a demagógiáról, és hallgattam az Ágos Nyelvtársnak a szociális demokráciáról szóló tanait, amikor utána pedig azt mondta, hogy ő kettős jelölés, vagy ilyesmi, hogy bele nem ment, az ő. Na, hát akkor. Na jó, de itt is tanultam, szóval akkor akármilyen tanfiam elmondta, hogy mindenütt tanultam. Tehát Isten, itt ugye ezt tanultam meg. Na most itt egy dologat, amit el akarom mondani, hogy én nem tudom, minek lehet mondani. Ugye mióta én dolgozok mindig a bürokráciáról, beszélünk, stb. A bürokrácia tovább emelkedett, növekedett, nem csökkent a bürokrácia. Tehát ez az újadó rendszerre én úgy haragszok, hogy mikor meghallom, meg mikor meg, akkor el is akarom zárni, hogy miért között ezt a szerencsétlen népet, ilyen komoly számítás, meg hát állatorvosok, mit tudom én, érettségizett emberek rühelik azt, amit csinálnak velük. Hát ki lehet arra szállni, érezni, vagy én meg tudom mondani, hogy ebben a faluban egy ember a háztájbizottság le tudná rendezni mindenkinek az adóját, innen felé be tudna hajtani, hogy milyen van, még mennyire van, meg az állatorvosok köcsét. Általában kiszabni azt, akkor észre nem ezért nem fogsznák meg egyezni vele, ugye? Mint is, hogy hát írnak, ugye? De nem gyógyítanak. De sőt, így van már még a kórházban is, ha benn van az ember, és a kórházban, hogy ho-ho, hát már meggyógyultál, mihez, de már majd két napon, mire kész lesz, kérem szépen a zárójelentés, mert nincs, aki kétlen. Szóval, bürokrácia, tehát rengeteg az aranka. Tudják, hogy az aranka, az már Lucénára rágy. És hát az arankát nem bírunk lenyírni, kitakarítani, kifaradni. Akkor itt komoly bajok van. És én azért egy teljesen mondani, majd kapok érdem, és kapok. Már most talán nyugdíjas vagyok, de hát akkor is mindig fele. Már is elmertem mondani a tavasztal is. Tehát ezek ellen a dolgok ellen küzdenik ő. Mondjuk itt is a TSZ-ben is akkora bürokrácia, hogyha veszed ember valamit, akkor ugye lemegy, aztán följön, aztán megint lemegy beírásra, stb. Szóval megvan neki a borzasztó, hogy hívják ja? És úgy azt tudnám mondani, hogy még 70-ben jártam Franciaországba, és alig volt kiszolgálni, és rengeteg relatív, azt mi van, elvesznek egy ruhát? Azt mondják, hogy mindegy, nem kerül annyiba, mint kérek szépen, annyi főszolgálatnak a munkabérek. Ha véletlenül valaki megpusztul valamit. Itt is az van, hogy rá vagyunk könyvelő, hogy a lovas nemzetben könyvelő nem lehet. Jóval, nem akarom tovább húzni, ezek a dolgok ellen küzdeni kell, és kérem szépen akkor nem szabad itt nagy baj legyen. Én arra kérem a tagságot, hogy szeressék ezt a szövetkezetet. Ne próbálják összetörni. De láttam egy filmet, ahol összetörték a hajót a tengerészét, fölrobbantották a kazán, és amikor már csak az árbosztán ketté kapaszkodott, akkor, és ugye haldokott, akkor mégiscsak azt mondták egymásnak, hogy mégiscsak jó volt ez a mi hajó. Én elnökségem alatt az ellenőtt is egyet tudtam, mert beszéltek egyes érdekesről, mondom, csak termelőszövetkezet érdek van. Nekem először, másodszor, harmadszor is, főleg Puskira valatkozik, és a saját községemet. Arra én nem voltam erőszer, hogy mindenki, úgy mondta a cigány, hogy mindenki ismeri maga bandáját. Tehát én ezzel szövetkezetben tudtam, hogy mit csinálni. Na most kérem szépen a választással kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy ugye két jelölt van, akikkel együtt dolgoztunk már nagyon régóta, összehoztuk ezt a dolgokat, akik ezért sokat tettek.
Ugye két állapot nem lehet, csak egy lehet. Én arra kértem, kérem szépen a jelölteket, a Tóth Eldási, Kardos Eldási, végül is úgy is a tagság fog dönteni, kérem szépen titkos szavazással, hogy kit választ meg, de a másik ne sértődjön meg, nyugodjon bele, tovább kell dolgozni, és tovább is együtt kell maradni. Mert ugye én nem tudom, mikor régen indult az elnökválasztás, Bush indult, ezt nem tudom, csak ugye Bush elnökhelyettes volt, most ugye régen ugye a nyugdíjban, Bush ugye az az amerikai elnök, szóval mit tudom én, szóval ebből én különben én nagyon szeretem a demokráciát. Én a demokratikus úton kérem szépen engem az asszonyát, hogy én nem tetszik valamiért, akkor tudom, hogy nem tetszik, vagy változtatok a magatartásomat, de ugye más munkában megtörténik. Én azt kérném a tagságot, hogy őrizzem a higgadtságát, döntésében próbáljon szívem vagy szándéka szerint dönteni, és a jelölteknek pedig azt, hogy kérem szépen, amíg elnök lesz, annak azért gratulálunk, mert elnöket, a másik meg legyen neki akkor a helyettese, mert ez mindenki, kettő olyan értékes ember, akinek kérem szépen az országba, a megyébe nagy diplomáciai kapcsolatai vannak. Tehát mondjuk elég kényesen is alakul, hogy mondjuk ebből nem szabad lenne, hogy tehát ha szeretik a demokráciát, akkor nem lesz ebből probléma. Én ezt kívánom a tagság, a jelöltek meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.